Na, jó estét kívánok nektek, kedves rajongók és nézők és követők! Szeretnék egy nagyon érdekes jelenségről beszélni itt, mégpedig arról, hogy Filmkiller Zoltán, hogy is mondják, milyen babérokra tör? Front-end babérokra tör. Nem én magam találtam rá a posztra, hanem valaki ezt belinkelte nekem a csoportba, és akkor én ezt nem engedtem ki, ezt kitöröltem, de direkt azért, mert én magam akartam utána járni, hogy hogy is megy ez az egész, mégis hogy képzeli ő eztet. És hát rámentem ugye a posztra, rákattintottam, teljesen komoly poszt volt, van a Facebookon egy ilyen csoport, hogy frontend fejlesztői csoport, és akkor ott nyilvánosan a saját polgári nevén, hogy Tóth Zoltán, saját profiljával, hogy egy Érmihály falvi lakos, ő junior frontend fejlesztői megbízásokat, munkákat keres. Hát na ott a csoportban azért a néhányan, akik otthon vannak a témában, azért megszakértették, hogy hát az ide nagyon kevés lesz, amit ő mint referenciát oda belinkelt, egy GitHub-os referencia. Tulajdonképpen a komplett responsivitás hiánya, meg bele is néztem pár designer dolog. Nagyon amatőr. És az jutott eszembe, hogy vajon mi vihette őt rá ennyi idő trollkodás után, hogy végre valami olyan munkába vágja, tehát olyan fába vágja a fejszéjét, amit még előtte valószínűleg nagy valószínűséggel soha nem próbált. Ez látszik abból, amit belinkelt. Hát ennek több oka is lehetséges. Szeretném elmondani az új nézők kedvéért, mivel nézem a statisztikákat, és ugye a legtöbb nézőm 25 és 35 év közötti, hogy és lehet, hogy ők már nem tudják, hogy ki volt az a Filmkiller. Filmkiller Zoltán, polgári nevén Tóth Zoltán volt a YouTube-nak a réme, a leges legnagyobb troll. Az volt a specialitás, hogy kivétel nélkül minden youtuberre, minden vloggerre ráakaszkodott, mindenkire volt valami negatív, vagy konfrontatív, vagy bármilyen videója, mindenkit ekézett, mindenkit széjjeltrólkodott, zaklatott, és hát eljutott odáig a végén, hogy mivel a YouTube egyre inkább rendszabályozta ezeket a dolgait, ugye mentek a feljelentések, letörölték a csatornáját, csinált egy újat, azt is letörölte a YouTube, utána pedig már voltak ilyen egyéb weboldalai, az volt a nevük, hogy Antimédia. Nem tudom, hogy mit képviseltek egyébként, mert nekik semmi nem tetszett abból, amit az emberek általában kedvelnek és néznek a YouTube-on, illetve megosztanak magukról a közösségi médiába. Szóval ő a megtestesült Antimédia, az Antikrisztus Antimédiája, és hát szerintem nem árulok el vele újságot, hogyha azt mondom, hogy egy végtelenül buta és végtelenül rosszindulatú emberről van szó. És ő ezt a tevékenységét annyira kimaxolta, hogy a végén már konkrétan feljelentés született ellene, közönség elleni izgatás vágyával, meg minden. Ilyenkor már ugye, mikor utána ment a riporter, nem is tudom, volt egy ilyen N1 TV, Nemzeti 1 TV, akik forgattak egy riportot, ők nem voltak restek, elmentek Romániába, Érmihály falvára, lementek Budapestre, és akkor megkeresték, hogy ki ez az ember, aki egy palacsinta vagy lángos sütödét vezet, és közben esténként, vacsora közben csinálja a videóit a telefonjával, szürcsöl, zabál, ekézik mindenkit, mindenkit elhord a világba mindennek, azon élcelődik, azon röhög, ha valakit veszteségér,
ha valaki meghal, tehát hogy amikor egy közismert személyiség, egy filmcsillag vagy bárki mikor meghalt, és az emberek kifejezték a részvétüket, akkor ő erre is csinált egy videót, dikkazogolom, erre is csinált egy videót, amiben szembe röhögött mindenki. Tehát egy komplett társadalmat, aki gyászolt, tehát az égett a világon mindenhez volt egy rossz szava, és ez az ember nem érdemli meg a sajnálatot vagy az együttérzést azért, mert ő most megpróbál jó útra térni, hiszen a rossz utat már ő kikövezte magának. Pont a múltkoriban olvasgattam az ateista klubban ilyen, hát a fórum poszthoz szóló kommenteket, és ugye, hát az volt ugye a fő téma, hogy miért engedi Isten a rosszat, miért nem akadályozza meg, miért nem törekszik a jóra, és akkor voltak ott olyan érvelések a hívők részéről, hogy az Isten azért engedi meg a rosszat, hogy az emberek rosszat tegyenek, mert még megjavulhatnak. Ez komoly. Ezzel érvelnek a hívők, ugye ellenérve az volt, hogy általában a rossz emberek nem szoktak maguktól megjavulni, sőt, általában nem ez a jellemző. Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen vita volt ezzel kapcsolatban, hogy kutyából soha nem lesz szalonna, ha csak valami miatt rá nem kényszerül, és az ő esetére is ez tipikusan ráillik. Gyakorlatilag, ha kikövezte a saját útját rosszal, és mindenki úgy ismeri őt, hogy nem szabad vele szóba állni, akkor eltelhet bármennyi idő, ami ki nem hal az a generáció, az ő generációja is, aki még emlékszik az ő rémtetteire, akkor gyakorlatilag tőle semmit nem fognak vásárolni. Tehát most gondolj bele, a Facebook oldalon is beszélgettünk, hogy most képzeld el, hogy ő palacsintát süt, vagy lángost, vagy tök mindegy. Te vennél tőle bármit, amit ez az ember összefogdosott? Hát ez olyan geci, olyan rossz indulatú, hogy lehet, hogy például beleköp a palacsinta tésztába, vagy beleveri. Érted? És utána eladja az embereknek. Tehát most, és egy kis faluba él. Tehát ezek után te vennél tőle bármit is? Hát én biztos, hogy nem. És lehet, hogy ezért is kényszerült arra, hogy megfordult a biznisz, a YouTube-ból már nem él meg, mert ugye le van törölve, ki van tiltva örökre. A feljelentések meg a perek ugye viszik a pénzt, meg minden, és akkor hát valamiből csak meg kéne élni. Hát akkor tanuljunk ki valami olyan dolgot, amire esetleg van kereslet, és gondolom, hogy jobb hiány döntött itt a frontend mellett, és azzal kezdte, hogy nulla, zéro tudással, nulla, zéro ismerettel, tapasztalattal, regisztrált egy vadi új Facebook fiókot, regisztrált a LinkedIn-en egy fiókot, és akkor ő oda töltött fel, mit tudom én, anyagokat, amit meg lehet nézni, és arra biztatlak benneteket, hogy gyertek most velem, és nézzük meg együtt, hogy mit tett le. Jó, hát akkor nézzük Zoltán bemutatkozását. Azt mondja, hogy itt láthatjuk, hogy Zoltán Tóth, üdv mindenkinek, junior frontend munkát keresek. Nem részletezném nagyon, csak annyit, hogy a CSS HTML az erősségem, beszéljen helyettem a portfólióm. És kirakott egy ilyen portfóliót, ugye, ami, hát, amit már mondtam. Nézzünk rá a profiljára, ugye, tehát itt annyit látunk, hogy Tóth Zoltán Érmihályfalván lakik, és 14 ismerős. Nézzük meg a profilt, és akkor ez a tartalom nem érhető el. Aha, akkor már lehet, hogy itt már valami változott. Hát akkor eltűnt, vagy kilépett. Azt mondja, hogy nem baj, mert szerintem valahol megvan,
méghozzá a Turi Tamás nézőkbe. Ez a posztja, amit már lehet, hogy töröltek. Törölték a posztot, igen. GitHub portfólió, nézzük meg már. Na! Meg vagy végre. Tehát ez az ő úgynevezett portfóliója, amin annyit lehet látni, hogy annyit sikerült neki összehozni, hogy itt egy képre, hogyha rávisszük a kurzort hover állapotba, akkor kinagyítódik, de megpróbálunk rákattintani, akkor semmi nem történik. Ugye itt láthatjuk, itt gyönyörű szépen egy ilyen 2003-as dizájnt sikerült neki megvalósítani a Photoshopban, egy aranyszínát menetes logót, rá egy ízléstelen drop shadow-val, és semmi más, illetve itt van valami fantázia, Club Mix, CD vagy DVD borító, nem tudom, hogy ezt minek nevezzem, mert a tipográfia alapján, hogyha ezt én így ketté választanám így képzeletben, akkor az egyik fele az elejére kerül a szövegnek, a másik fele meg a másikra, tehát itt... Na, de nem is ugye a Photoshop skilljeire vagyunk kíváncsiak, mert bár egy frontendesnek ez alapvető, hogy a grafikai szoftvereket tudja használni. Nézzük itt egy portfóliót, annyi történik, hogy itt egy oldalon, hogyha hover állapotban az egeret fölé visszük, akkor ugye így kivilágosodik a kép. Na nézzük az ő portfólióit. Ugye itt van például egy... Hát ugye már az is önmagáért beszél, hogy minden új tabon nyílik meg. Tehát itt van egy sablon, ami így nagyban még így jól is néz ki, kivéve azzal, hogy itt el van csúszva a szimetria, itt középen. Na de nézzük, hogy mi történik akkor, hogyha kisebb képernyőn jelenik meg. Ha jól tudom, a Ctrl-Shift-I-vel lehet megjeleníteni a responsive design-t, ugye itt a konzolba, a Chrome-ba. És akkor ugye itt felgördítünk, akkor már látszik, hogy itt a kép ketté van vágva, tehát ez így nem nagyon oké a responsivitás, és akkor transform your band, mi van, ha még kisebbre vesszük, mondjuk egy telefon kijelző méretűre, hogy akkor tördeli-e a szöveget, hát nem sikerül neki tördelni a szöveget, sem a képeket kisebbíteni. És akkor, hogy igen, itt működik a responsivitás, de úgy, hogy azért a képek szélét még mindig le van vágva, ugye nem ide lett tervezve, tehát ez így teljes kudarc. Akkor nézzünk meg egy másik dolgot, itt van például egy olyan oldal, Grand Theft Auto, hát itt most nem kommentálnám itt ugye a betűválasztást, de ez az oldal mindenféle grafikai tervezési alapelvnek ellentmond. Tehát négy egyszerű alapelv van, a tagolás, az elrendezés, a kontraszt és az ismétlés. Anélkül, hogy most így a szakmai dolgokba belemennénk, azért itt sok-sok durva dolgot felfedezhetünk. Itt például itt vannak a címek a kép fölött, vagy között, vagy alatt. Ugye itt látszik, az első kép fölött van egy cím, aztán van itt egy cím önmagában így a két kép között, ezt gondolom, hogy ehhez a képhez tartozna, aztán van itt egy harmadik cím, a színészek, aminek ehhez a képhez kellene tartoznia, de már valahogy így szétcsúszott az egész, ráadásul ugye ennek akkor lenne értelme, hogyha ezek a bekezdések valahogy itt állnának a képek mellett. Jó, most ne nézzük, hogy Lorem Ipsum szöveggenerátor által belerakott szöveg van benne, teljesen mindegy, szemléltetésre ez is megteszi. De nézzük ennek is a responsivitását. Most a színválasztékról azért nem mondanék túl sokat. Ugye kezdődnek a bajok azzal, ugye, hogy van az oldalon egy, hát most itt a címe se látszik, ilyen, kinézetbe, és a keresőmező az valahogy így néz ki, tehát jobbra-balra scrollozni kell. Mi van akkor, hogyha kicsinyítjük, keskenyítjük a képernyőt, mikor lesz az a pont, hogy kifér pont a keresőmező? Nem fér ki.
de itt már ketté van törve, tehát a keresőmező alá letördelődött ugye a keresés ikon, és akkor itt látjuk a fő problémát, kicsit megpróbálok neki nagyobb szélességet adni. Ugye itt most jól néz ki, hogy hát azért itt a tagolása meg az elrendezése is vannak bajok, mert ugye nem tudni, hogy ezek a címek mihez tartoznak. Itt mondjuk egy térközt lehetett volna berakni, és akkor úgy jó lett volna, lehet, hogy így képzelte el kicsibe, de ez nagyba borzasztó. Ráadásul, ha megnézzük, akkor ugye, amit mondtam, az egyik alapelv az ismétlés. Ismétlődhet bármilyen elem. Itt például, ami nekem egyből kiszúrja a szememet, az a sorköz. A betűválasztás az oké, egyfajta fontot használ, de kérem szépen, ebbe a bekezdésbe van egyféle sorköz, ebbe a leírásba, itt az oldalsávba, baloldaliba van egy második féle sorközméret, és itt a cím tördelésénél megvalósult egy szinte nullás sorköz, és ez nem jó, ez rohadtul összezavarja a nézőt, hogy most mi mihez tartozik, most mondja meg valaki, hogy mi? Nézzük, hogy tördeli ezt az egészet. Tehát, hogy itt egyszerűen ez szarul van megcsinálva, és ráadásul még így is oldalra terjeszkedik, tehát nincs behatárolva a méret, úgyhogy szakmai szempontból ez egy nagy halom ótvarfos, nem is lehet szakmaiságról beszélni. Ja, tehát nyilvánvalóan lehet azt mondani, hogy ha csinálj jobbat, hát egyrészt ugye én nem ebben vagyok jó, de azért a grafikai oldaltervezéshez konyítok annyit, hogy amennyiben ilyenre adnám a fejemet, én meg tudok csinálni úgy egy oldaltervet, hogy utána azt kiadom, az nézhető, az áttekinthető, az szellős, az jól esik nézni, böngészni rajta, és én utána azt kiadom egy programozónak, egy valódi frontendesnek, hogy ezt programozd le úgy, hogy úgy működjön, ahogy én ezt leírtam, meg ahogy én ezt lerajzoltam. Tehát nem elég annyi, hogy kattintunk egy Photoshop-ba, főleg azért nem, mert az ilyen terveket általában vektoros programmal, egy illusztrátorral illik megcsinálni. Szóval ez minden szempontból kudarc. Hát itt van még egy kontakt, itt természetesen minden új izébe nyílik meg. Nyilván nem tilos megosztani az e-mail címet, hát hiszen ez egy publikus oldalon ki van írva, és kész. Gondolom, hogy 2022-ben hozta létre ezt az e-mail címet. És akkor skills, na, ez az, amire kíváncsiak vagyunk, tehát, hogy miben jó. Photoshop, magasabb szint. Sony Vegas, nem tudom, hogy a Sony Vegas az hol számít bármiféle skillnek. Tehát az nem egy ipari standard, amihez igazodna bárki is, de abban is egy magasabb szinten van. HTML fejlett szint, CSS fejlett szint, JavaScript kezdő szint. És akkor itt van egy design Tóth Zoltán, az oldal tulajdonosa Tóth Zoltán, és akkor azt mondja, mi van még itt, a GitHubon van tárolva. És ennyi az egész oldal. Hát nyilvánvalóan ugye rákattintunk a névre, és nem jön be a fő oldal, tehát itt azért még vannak dolgok, amik hiányoznak. Most mi van itt, hogyha LinkedIn linkje is van, nyilván minden új lapod nyílik meg, és mi ez a macskás cucc? Rákattintunk, mi jön be? Hát ez a GitHub profilja. Itt van, hogy miben jó, meg miben nem jó. Hát, akik értenek a GitHubhoz, azok szerintem nagyon sokat ki tudnak belőle következtetni. Itt van a cím, ugye github.com/Tóth Zoltán 77-es a film killer. 2 évvel fiatalabb, mint én. Húha gyerekek, a baj itt nem kevés. Itt annyian leosztottuk végül is, hogy szerintem itt észbe kapott és letörölte a posztját a Facebook oldalról, illetve lehet a Facebook profilját is megszüntette, azt már nem tudom. Na hát ennyit az ő munkásságáról, hát mondhatnám, hogy kívánok neki sok sikert, de még több kitartást, mert ez
nem lesz rövid ez a menet. Jó? Na, ennyit tud. Úgy, gyerekek, őszintén szólva, nagyon kemény volt ezt végignézni. Szerintem is, pedig én csináltam. Én analizálgattam. A tanulságot mindenki vonja le maga. Az ilyen ember számára nem terem babér. Reméljük, hogy soha nem is fog. Mert nem lehet elfelejteni azt a sok rosszat, amit ő már okozott az embereknek. Az ilyen ne könyörögjön munkáért. Vagy csinálja, de akkor komolyan, akkor ássa bele magát, és csinálja, fejlessze fel valamelyik képességét, és próbáljon megélni belőle. De, mint mondottam korábban is, az előéletéből adódóan, nem hiszem, hogy olyan sok megrendelője lenne, még akkor se, hogyha ezt profin csinálná. De ugye, totál amatőr, amint láttuk. És akkor én láttam ott a csoportban, ugye, ahol megosztotta a posztját, hogy voltak ilyen kommentárok, régi antimédiás huszár legények, ott szurkoltak neki, hogy hajrá filmkiller, miért vagy eltűnve, szurkolunk, hogy gyere vissza, alakítsuk meg újra a közösséget. Nem értitek, hogy nem lehet? Nem értitek, hogy senkinek nem kelletek? Senki nem kíváncsi rátok többet? Pont elég az a rombolás, amit végzett a ti agyatokba, hogy mind a mai napig, ha én feltöltök egy videót, szóljon az bármiről, és most tudom, hogy ide is fognak érkezni az ő tanítványaitól hete kommentek, hogy hetet úri, így kezdődik. Mind amelyik így kezdődik, azt én nem látjátok, mert az előmoderáció megfogja. Én meg kipipálom, azt kitiltom a rákba a felhasználót, tehát egy kattintás, és soha senki nem látja rajtam kívül ezeket a kommenteket. Én is oda kommenteltem a izéhez, az ő posztjához, hogy hete filmkiller, mi van, bazd meg, becsődölt a izé? A lángos sütő? Hogy érezze egy kicsit ő is, hogy milyen érzés az, amikor valakit ok nélkül ekéznek. És ezt te nevelted ki. Nem tudom, hogy látod ezt a videót. Ha látod, akkor legyél vele tisztában, hogy én és rajtam kívül nagyon-nagyon-nagyon sok youtuber hálás azért, hogy ezt kiposztoltad, hogy milyen rakás szerencsétlenség vagy igazából, és nekem még megvan az a videó, az a hangfelvétel, ami egyszer kiszivárgott valahonnan, hogy filmkiller vallomása, hogy miért vagy te olyan, amilyen. Olyan embergyűlölő. Lehet, hogy másnak is megvan, én ezt egyszer lementettem, találtam én is, mondom, jó lesz ez még valamire, még lehet, hogy ki fogom analizálni egyszer. De amúgy, amint észrevehette bárki, nem foglalkoztam sokat a témával, gondoltam, majd megeszi a fene. Azt akkor lesz valami. És akkor ugye a volt antimédia tagok itt biztatják, hogy gyere vissza, csinálj új csatornát, meg minden. Figyeljetek ide, ez nem így működik, kedves antimédiások, most hozzátok szólok. Ő neki, ha ti hálásak akartok lenni, akkor csináljatok egy karitatív oldalt, mit tudom én, egy alapítványt, vagy valami, és akkor gyűjtsétek oda neki a pénzt. Ugye mivel, hogy ő nem rendelkezik YouTube csatornával, nem lehet Patreonja se, mert az volna a legegyszerűbb, hogy csinál egy YouTube csatornát, ahol megpróbál bármi mással foglalkozni, amit a policy guide-ok megengednek, de nem azzal, amit régen, hanem bármi más legális dologgal foglalkozni, hogy lesz-e akkora nézettsége, meg akkora közönsége, mint régen volt, és ha lesz, akkor csinálhat ő is egy Patreon oldalt, ahová ti, kedves követők, befizetitek havonta azt az előfizetési díjat, amivel ti támogatni szeretnétek. Nyilván reklámból nem fog bevételt szerezni egy jó ideig, ha egy új csatornát alapít,
Tehát az egyetlen lehetséges verzió az, ha valaki csinál neki egy oldalt, nem az ő nevében, mert ő már mindenhonnan le van tiltva, csinál helyette egy videócsatornát, oda őt meghívja rendszeresen vendégszerepelni, hozzáköt egy Patreon oldalt, és minden áldott hónapban adjatok neki pénzt. Küldjetek neki pénzt, mert megdolgozott érte, basszátok meg. Felnőtt rajta egy olyan generáció, aki teljesen geci és rossz indulatú. És nem ismer mást, csak a köpködést, meg a gyűlölködést. Meg a kárörvendést, meg a cinizmust. Ezt ő tanította nektek, beleverte a fejetekbe, rendesen, belejtett taposta, úgyhogy most itt az ideje, hogy ti honoráljátok ezt a sok erőfeszítést, amit ő ebbe beletett. Csináljátok neki valami oldalt, találjátok ki, hogy hogyan tudjátok rendszeres havi jövedelemhez őt juttatni. Ez a ti feladatotok, antimédiások. Ennyit akartam szentelni a témának, szerintem többet nem lehet róla elmondani. Aki tényleg várja őt vissza, az adjon neki pénzt. Rendszeresen. Nem egyszer, nem kétszer. Vagy kirak egy PayPal-t valahova magáról, csinál egy weboldalt, kövessétek be a weboldalát, utaljatok neki pénzt, kirakhatja a számlaszámát, kirakhatja a PayPal-ját, utaljatok neki rendszeresen. Tartsátok el. Eddig ő volt az apátok, most apátok megöregedett, ti lettetek felnőttek, most már ti vagytok a pénzkeresők, tartsátok ti el. Őt. Ennyit csak megérdemel, nem? Azért, amit kapott. Azért, amit kaptatok tőle. Nem? Szerintem igen. És ennyi volt tulajdonképpen a videó. Ez a téma csak úgy az ölembe hullott, nem igazán akartam ezzel különösképpen foglalkozni, de most hál' Istennek van rá időm, és elmondhattam végre, ami a bögyönbe volt már 10 éve. Mert ez már 10 éve a bögyönbe volt, soha nem méltattam válaszra, legyen ez az ő antimédiájának a lezáró fejezete. Jó, ennyit akartam elmondani. Amit hirdet, abból nem fog megélni. Kész. Én nem kívánok neki rosszat, én alapvetően nem vagyok egy rossz indulatú ember. Eddig is beleszartam, hogy mit csinált, csak én azt sajnálom, hogy ő annyi emberbe beleoltotta a rosszat, hogy ezek az emberek a mai napig jönnek és kommentálják a geciségeket. Lehet, hogy egy párat ki is fogok engedni, majd meglátjuk itt a kommentek, hogy milyen hangnembe, csak azért, hogy szemléltessem, hogy mekkora kártékony rombolást végzett az elmékben. Ha majd jönnek a hetetúri hozzászólások. Jó? Na. Nektek pedig, kedves rajongók, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, megnéztétek ezt a videót. Ha még nem tettétek volna meg, akkor élhettek a feliratkozás lehetőségével, támogathattok PayPal-on, Patreonon már nem, tudom, volt egy link, egy Patreon link a csatornámba, de azt, mivel hogy egyetlen patronáló sem érkezett, ezért ezt megszüntettem, letöröltem a Patreonomat, úgyhogy azt már ne is keressétek, még akkor sem benne maradt néhány régi videónak a leírásába, majd kigyomlálom, ha lesz kedvem, ha nem, akkor benne marad. De a Super Chat, a PayPal és az összes többi, főleg a nézettség számít, amivel ti igazán segíthettek nekem. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok ismét, legyetek rosszak! Sziasztok! Nice!